Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Porta 60. adását látják. Aláírták a megállapodásokat az aszódi és gödöllői járási hivatalok kialakításáról. A Teva Gödöllő Röplabda Klub sajtótájékoztatója az előttük álló bajnokságokról. Tartsanak velünk! október 17. minden bizonnyal fontos dátumként írja be magát Aszód és a környező települések történelmébe. Megszületett ugyanis a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás. Az aszódi polgármesteri hivatal tanácstermében ünnepélyes keretek között fogadták Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízottat és a polgármestereket. Egy népzenei csokorral is kedveskedtek nekik. A műsor után a megállapodás aláírása következett. Tarnairat megkérem, hogy egy olyan tollal írjunk, hogy 50 év múlva, ahogy az egyik kollégám fogalmazott, olyan értéke legyen, és kell, hogy értéke legyen, hogy az Iklati utat tudjuk megcsinálni belőle. Sztán István Aszód polgármestere és Tarnai Rihárd megyei kormány megbízott, kölcsönösen aláírta a megállapodást. A megyei kormányhivataloknak feladata volt, hogy október 31-ig a kijelölt járásközpontok helyszínein megállapodást kössenek az önkormányzatokkal a feladatok átadásáról, átvételéről. 2013-tól Aszód járásközpontként kezdheti meg a működését. Van a KFT együttesnek egy száma, aminek van egy olyan sora vagy egy mondata, hogy utazgatok, mert utazni érdemes. Na most az elmúlt évtizedekben elég sokat tapasztalhattuk, és személyesen én is tapasztaltam, hogy ha el akartam valami hivatalos ügyet intézni, el akartam bizonyos papírmunkákat intézni, akkor bizony utazgatnom kellett, mert érdemes volt utazni, hiszen így tudtam csak ezeket az ügyeket elintézni. Volt úgy, hogy 3 napig tellett, amire mondjuk a gyerekek utáni ellátásokkal kapcsolatos papírokat megszereztem, és sok helyen azt is megkaptam, hogy nemhogy diplomám nincsen, hanem írni-olvasni sem tudok, illetőleg gyakran emlegettek furcsa szavak kíséretében. Tehát megtapasztaltam azt, hogy milyen sokszor a bürokrácia. A közigazgatás átalakításának a lett lényege és a veleje az az, hogy ezt a fajta utazgatást, ami azt a célt szolgálja, hogy ügyeket elintézzük, ezt minél rövidebbre vegyük. Minél kevesebbet kelljen utazni, és minél közelebb legyen elérhető minden szolgáltatás. Ezért első lépésként létrejöttek a kormányhivatalok, amelyek hatékonyan összefogták a külön-külön működő szerveket. Ezzel már több mint 60 milliárd forintot sikerült megspórolni, mondta Tarnai Rihárd. Ezután következett idén januártól a korábban a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények átvétele és a megyei intézmény fenntartó központ létrehozása, ami további megtakarításokat hozott. Harmadik lépésként pedig a kormány elkezdte a járások kialakítását. A járások kialakítása nem ideológiai kérdés részünkről, a kormányzat részéről. Ez egy működő rendszer volt, 83-ban ugye megszüntetésre került, pedig működött, és véleményünk szerint ez egy jól bevált rendszer volt. Persze azóta sok minden változott, az agglomeráció, a Budapest és a környező területnek a szokásai megváltoztak, ugye a Budapestről való kiköltözés elég jelentősen rányomja a bélyegét ezekre az új viszonyokra, de akkor az új viszonyokhoz alkalmazkodva kell megteremtenünk a járási rendszert, ezért nem egy az egybe ugyanazok a járások jöttek létre, mint ahogy a 80-as években ezek megszűntek, hanem alkalmazkodtunk ezekhez a dolgokhoz. Függetlenül attól, hogy ez a járási rendszer legutóbb egy diktatúra keretei között működött, maga a járási rendszer jó volt, és ezért gondoltuk azt, hogy ezt a járási rendszert az ott élő emberek érdekében, az előbb említett módon a minél közelebbi elérhetőség érdekében újra fölállítjuk, és erről döntött nagy többséggel az országgyűlés.
Az első tervezetekben Aszód nem szerepelt járásközpontként. A Gödöllői járáshoz tartozott volna a környező településekkel együtt. Tarnai Richárd azonban úgy érezte, ezen változtatni kell. Jó magam is kereszténydemokrata országgyűlési képviselőként azt gondoltam, hogy ez így nem életszerű, és nem tükrözi az itt élők érdekét, hiszen akkor nem teljesíti a járás azt a funkcióját, ami fontos. Egyeztettem a terület országgyűlési képviselőivel, Tóth Gábor képviselőúrral, illetve Vécsei úrral is, és azt mondtuk, hogy ezen változtatni kell. A változtatás pedig sikeres volt, meggyőztük a kormányzatot, hogy igenis szükség van arra, hogy Aszód központtal önálló járás jöjjön létre, hiszen az itt élőknek igenis evidens érdeke, hogy ne kelljen bemenni akár Gödöllőre, ne kelljen a fővárosba utaznia, mindent itt helyben el lehessen intézni. 2013. január 1-től nyílnak meg a járási hivatalok, amelyek a kormányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak. Tarnai Richárd hozzátette, hogy 2013 végére országszerte 300 helyszínen nyílnak kormányablakok, minden olyan településen, ahol eddig okmányiroda is működött. A kormányablakoknál reggel 8-tól este 8-ig várják majd az ügyfeleket. Így kényelmesebbé válik az ügyintézés. Engedjék meg, hogy az első szavaim a köszöntésé, a tiszteleté legyen. Megköszönjem mindazoknak a segítőknek és közreműködőknek, akik hozzájárultak, hogy Aszód újrajárás legyen. 1912-ben, azaz 100 évvel ezelőtt volt először Aszód járási székhely. A különböző átszervezések követően, és akkori vármegyében, tudjuk nagyon jól, ami nem Centrálnyugon, mindenki megkapta azt az ászlót, amely Pest, Pilis, Solt és Kiskun vármegyéhez tartozott akkoriban a Szód is, meg a többi települések. Majd 1965-ig több átszervezésen keresztül esett át az aszódi járás, és 1965-ben végleg kétfelé szakították az aszódi járást, a járások megszűnéséig, a déliek Gödöllőre, az északiak pedig a Váci járáshoz tartoztak. Én úgy gondolom, hogy nem megismételve Tarnai úr azon beszédét, hogy miért könnyebb, miért lesz könnyebb nekünk, ha Aszódon és közvetlen 11 településsel együtt a járási székhelyben intézhetik ügyes-bajos dolgait. Igen, a Mariska néni, aki akár Vácegresen, vagy éppen Versegen lakik, közelebb van a feladat végrehajtásához, és közelebb kerül a végeredményhez is. Tehát 47 év szünet után 1990-ben újra városi rangot kapott Aszód, 2012-ben a kormánypolitikával összhangba újra járási székhely lett. És 2013-ban ebben az épületben kezdi meg működését. A hivatal minden munkatársának én sok sikert, jó együttműködést a 11 településsel, amelyek csak azért sorolom föl, mert itt ül mindnyájan, hogy a néző is tudja. Vácegres, Galgamácsa, Iklad, Domony, Bag, Hévízgyörg, Galgahévíz, Tura, Kartal, Verseg, és nem utolsóban Aszód. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy működjünk jól együtt, a példákat vegyük máshonnan is, és ezeket alkalmazzuk. És ha kell, javítsunk rajta. Én kívánom mindnyájunknak sok sikert. Az aszódi járáshoz tartozó települések polgármesterei sorban aláírták a megállapodást. 2013. január 1-től tehát megkezdődik a közös munka. Tarnai Richárd kormány megbízottat arról kérdeztük, miért különösen hasznos a járások és a kormányablakok rendszerének kialakítása, és mit fognak mindebből érezni az emberek. Az önkormányzati feladatok csökkennek. Az állam ugye folyamatosan az elmúlt évek során terhelte az önkormányzatokat, plusz feladatokat adott finanszírozás nélkül.
Most ezeket a feladatokat, az állami feladatokat visszaveszi az állam, és így az önkormányzatok valóban azt a munkát végzik, ami önkormányzati feladat, tehát tiszta lesz a rendszer, az önkormányzat önkormányzati feladatokat végez, az állam államiakat. Hát gondoljunk bele, milyen abszurd volt, hogy az önkormányzathoz kellett bemenni útlevélért. Hát azt nincsen diplomáciai kapcsolatban az Egyesült Királysággal vagy Németországgal, az állam, a magyar állam van kapcsolatban. Tehát ettől kezdve a kormányablak lesz az a hely, ahova bemegy az állampolgár, és minden állammal kapcsolatos ügyet el tud intézni. Régen sokat kellett rohangászni különböző településekre, vagy pedig be a fővárosba azért, hogy egy bonyolultabb ügyet el lehessen intézni. No most azok ide jönnek a járásközpontba, és itt a járásközpontban lehet majd elintézni. Sztán István, a leendő járásközpont polgármestere elmondta, hogy az előkészítő munka rövid, de hasznos volt. Örömét fejezte ki, hogy a polgármesteri hivatal földszintjén a járási hivatal teljes egészében el tudja látni a feladatát, és a tanácstermet is tudják majd használni. A személyállomány vonatkozásában pedig, ugye mivel 43 fővel fog működni majd a járási hivatal, egy kirendeltség lesz Turán, és egy úgynevezett biztos feladatot ellátó vagon. Mi átadjuk az okmányiroda teljes létszámát, a gyámhivatalt és a műszaktól pedig amennyi kell. Van 8 üres helyünk, ezt is felajánlottuk egyébként a járási hivatalnak. Tulajdonképpen felajánlottam a kistérségi iroda négyfőjét, hisz a kistérségi társulás ilyen irányú megszűnése 2013-tól már nem lesz szükség erre, hisz teljesen más társulási formában kell majd tovább működni azoknak a településre, annak ilyen valamilyen közös ügyleteik vannak. Tehát összegezve azt kell mondanom egyébként, hogy öröm, hogy Aszódon újra 100 év múlva, mert az volt az első, hogy ezt fogalmaztam, mert 1965-ig tartott, de 47 év után újrajárási székhely lett. Tehát lehet mondani, hogy Valgamente fővárosa a Szód. Az ünnepélyes alkalom zárásaként a meghívottak az együttműködés sikerére kocintottak. Egy nappal később, október 18-án, mintegy 14 kilométerrel arrébb, a Gödöllői Járási Hivatal megalakulásáról kötöttek megállapodást a leendő járásközpontban. Gödöllő napolgármesteri hivatal dísztermében fogadták Tarnai Rihád megyei kormány megbízottat és a járáshoz tartozó 15 település polgármesterét. Azt a szemléletet tükrözik ezek az aláírandó dokumentumok, amik azt a felismerést tapasztalják, hogy a közjó szolgálata, ha ezt valóban komolyan vesszük, és a dokumentumok arról tanúskodnak, hogy mindannyian komolyan vesszük, az az itt élők legmagasabb szintű kiszolgálására, szolgálatára vonatkozik. Ha egy év múlva, két év múlva azt fogják érezni az itt élő emberek, hogy valamivel is egyszerűbb lett az életük, kevésbé bürokratikus, jobb lett az életük, akkor jók voltak a megállapodások. Ha nem így fogják érezni, akkor nem voltak jók a megállapodások. Egy pillanatig nem gondolom azt, hogy tévedhetetlenek vagyunk, vagy személy szerint tévedhetetlen vagyok. Pontosan ezért szól úgy a jogszabályi környezet, hogy nem törvénybe, hanem kormányrendeletben lett szabályozva a járási hivatalok kialakításáról szóló jogszabályi környezet, hogy lehessen módosítani. Hogyha kiderül a következő év során, a próbaüzem idején, hogy valami nem működik, akkor javítsuk ki, és változtassunk rajta. Azonban, hogy ez ne parttalan legyen, ezért szól úgy a jogszabály, hogy egy kormányzati cikluson belül egyszer lehet hozzányúlni a járási rendelethez, tehát jól megfontoltan kell ezt tenni. Az átalakítás lényege a kormányablaki rendszer, hangsúlyozta Tarnai Rihárd. Minden állammal kapcsolatos ügyet egy helyen lehet elintézni, ugye reggel 8-tól este 8-ig, és egyáltalán az ügyek fognak vándorolni, nem pedig az ügyfelek. Én azt kívánom önöknek, és azt kívánom közösen minnyájunknak, hogy valóban
az a közjó, amit mi képviselünk, az sikerüljön érvényre juttatni. Higgyék el, az ítélőket biztos nem az érdekli a leginkább, hogy az az ügyintéző, aki az ügyüket elintézi, kitől kapja a fizetését, az önkormányzattól vagy az államtól. Az sem izgatja különösebben az ügyeit elintézni kívánót, hogy egyébként mi van kiírva annak az épületnek a falára és a bejárásra, a belépési helyre. Ez persze lehet egy beszélgetési téma az állam és az önkormányzat között, de én azt gondolom, hogyha fölismerjük azt, hogy az itt élők érdeke mindenek előtt való, és ebben együtt tudunk működni, és nem kérdőjelezzük meg egymásnak ez irányú elkötelezettségét, akkor ebből az itt élők profitálni fognak, és ez a közös célunk. Ezután a megállapodás aláírása következett. A kormány megbízott és a gödöllői járáshoz tartozó települések polgármesterei szignálták és pecséttel látták el a dokumentumot. Magyaród település szeretnénk kérni. Magyaród mellett Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vádszentlászló, Veresegyház és Zsámbok önkormányzatával kötöttek megállapodást a gödöllői járási hivatal megalakulásáról. Négy polgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepélyes aláíráson, ők később látták el kézjegyükkel a dokumentumot. A járási hivatal székhelye Gödöllőn lesz, részben a Városházán lesz majd található. Ezen túlmenően a járásban működni fog még három kirendeltség, Pécelen, Veresegyházon és Kistarcsán. Ezeken a kirendeltségeken okmányirodák működnek, gyakorlatilag a polgárok változatlanul intézhetik az alapvető okmányirodai ügyeiket. A gyámhivatalok és a járási hivatalhoz kerülnek az okmányirodákon, okmányügyeken túl. A gyámhivatal működési rendjével kapcsolatosan konkrét információink még nincsenek. Én a gödöllői polgárok számára, illetve azon települések számára, akik eddig is Gödöllőhöz tartoztak, azt tudom mondani, hogy 2013. januárjától a gyámhivatal ugyanúgy intézni fogja az ő ügyeiket. A gödöllői okmányiroda, a Veresegyházi, a Péceli és a Kistarcsai okmányiroda is ugyanúgy intézni fogja az ügyeket. Az általában kevesebb ügyfelet érintő kérdések kerülnek a járásokhoz, többek között például a környezetvédelmi és idegenrendészeti ügyek. A megalakult járási hivatal el fogja készíteni azokat a tájékoztató anyagokat, amelyekből értesíti a járás lakosságát, hogy mely ügyben, hova, milyen hivatalba kell menni, ügyet intézni. Én úgy tudom, a járási hivatalnak elhatározott szándéka, hogy minél közelebb intézze az ügyeket a polgárokhoz, ezért a kirendeltségeken túlmenően várhatóan több településen ügyfélsegéd is fog dolgozni, ami azt jelenti, hogy a hét meghatározott napjain a járási hivatal kormánytisztviselője fog tartózkodni a településen, és ott a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben fog, gondolom, tanácsot adni, vagy a kérelmek ügyében intézkedik. Gödöllőn a polgármesteri hivatal épületében ajánlottak fel helyiségeket a járási hivatal részére. A polgármesteri hivatal földszintjén az okmányirodát, a lakosságszolgálati irodát és a földszinten a jelenlegi adóiroda helyét adjuk át a járási hivatal számára. Az adóiroda el fog költözni a hivatal egy másik szintjére, és így a földszinten remélhetőleg ezekben az átadott helyiségekben részlegesen a járási hivatal fogja tudni azt nyújtani azt a szolgáltatást a polgároknak, amelyek ezután az ő illetékességi körébe tartozik. Az, hogy a járási hivatalnak ki lesz a vezetője, hogy áll föl a csapat, hogy rendeződik a személyi összetétel, ugye ez nem erre vonatkozóan, majd a járási hivatal vezetője lesz az, aki igazából dönt. Annyit tudunk még itt a megállapodások előkészítése során, hiszen mind a 15 település jegyzője a járási biztossal nagyon szorosan együttműködtünk abban, hogy kialakítsuk a gödöllői járási hivatal személyi tárgyi feltételrendszerét. 108 fős lesz a gödöllői járási hivatal, és ezt a 108 főt gyakorlatilag a
Ide tartozó 15 település polgármesteri hivatalainak a személyi állományából úgymond adtuk össze. Alapvetően azok a köztisztviselők kerülnek át a járási hivatalba, akik eddig az önkormányzati hivatalban végezték azt a feladatot, amit ezután a járási hivatal fog, tehát a gyámhivatali ügyintézők, szociális ügyintézők, okmányirodai ügyintézők, és természetesen egyéb hatósági ügyintézők is várhatóan átkerülnek a járási hivatalhoz. Én bízom abban, hogy ez a személyi mozgás nem fog a eddig végzett magas színvonalú munka rovására menni, és a járási hivatalban megmarad az a személyi állomány, amit mi most átadunk a járási hivatal részére, hiszen gyakorlatilag nagyon jól képzett, a szakterületüket nagyon jól ismerő köztisztviselőket adunk át a járási hivatalnak. A járási hivatalok 2013. január 1-én kezdik meg munkájukat. A feladat tehát adott. Bízunk benne, hogy a gyakorlat igazolja az elképzeléseket, és az új rendszer által gördülékenyebbé, hatékonyabbá és észszerűbbé válik az ügyintézés az egész országban. Sajtótájékoztatót tartott a TEVA, Gödöllői Röplabdaklub elnöksége a Gödöllői Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Hangsúlyozták, hogy a nehézségek ellenére mindent megtesznek azért, hogy a lehető legeredményesebben szerepeljen a csapat a hazai és a nemzetközi porondon. Nagy gond volt az az egyesület vezetése számára, hogy vállaljuk-e az indulást az Európai Röplabda Szövetség által szervezett Challenge kupában, valamint a Közép-Európai Ligában, rövidítve MEVZA-ban, mert egy ilyen vidéki kisegyesület számára jelen körülmények között ez egy elég nagy kaliberű vállalkozás. Végül azért nevezték be a csapatot a nemzetközi megmérettetésekre, mert úgy érezték, tartoznak ennyivel a kiváló játékosoknak és a lelkiismeretes edzőknek. Tartoztunk, úgy érezzük ezzel a 65 éves gödöllői röplabdázásnak, hiszen a gödöllői röplabdázás egyidejű a magyar röplabdázással. Tartozunk az elődeinknek, de tartozunk azoknak a lelkes szurkolóknak, akik amikor jó sportot, jó röplabdát látnak, akkor eljönnek az egyetemi csarnokba. Az országos döntőnek a 5 mérkőzéséből áprilisban 2 itt volt Gödöllőn, és bizony ott majdnem teljesen megtelt a csarnok, 500-nál több néző szurkolta végig, jó hangulatban a televízió képernyője előtt a mérkőzéseket. De azért is vállaltuk ezt, mert úgy gondoltuk, hogy a névadó TEVA számára se közömbös az, hogy nemzetközi porondon szerepele az általa támogatott egyesület, az ő nevét nemzetközi porondon láthatják, vagy pedig a magyar bajnokságban. Az egyesület azért is vállalta a kemény felkészülést, mert céljuk, hogy elnyerjék a magyar bajnoksági címet. Ez labdajátékban eddig még egyetlen gödöllői női csapatnak sem sikerült. Ezért nagyon sokat kell még dolgozni a csapatnak, rengeteg tapasztalatot kell gyűjtenünk a Közép-Európai Ligában, és a végén kell jónak lennünk. Tehát akkor kell majd igazából a teljesítménynek jönnie, amikor ott állunk majd a rájátszásban, és bizony bizonyítanunk kell egy Békés Csaba, egy Vasas, vagy akár a most eléggé megerősödött TFS-e ellen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a mendemondák, hogy mi már úgyis megnyerjük a bajnokságot, ezek tévesek. A célunk az, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ezért meg fogunk tenni mindent. Annál is inkább, mert az Európai Röplabda Szövetség jelenlegi kiírása alapján a következő Európai Kupa porondon már csak egy, azaz egy magyar női csapat vehet részt, a magyar bajnok. Tehát senki másnak nem lesz lehetősége hivatalosan becsatlakozni ebbe a nemzetközi vérkeringésbe, ezért mindent el kell követnünk ahhoz, hogy ezt az utat, amit most elkezdtünk, és amire föllépett a csapat, ezt meg tudjuk tartani. Hogy mennyire népszerű ma ez a sportág? Arról a szakmai elnök helyettes mesélt. Még az 1800-as évek végén egy Morgan nevű amerikai
testnevelési egyetem professzora találta ki ennek a játéknak az ősét. Ez ma a második legnépszerűbb sportág a világon. 500 millióan űzik világszerte. És az olimpiai sportágak között szerepel a teremröplabda, szerepel a strandröplabda, és a paralimpián a ülőröplabda, így 6 aranyérem kerül kiosztásra az olimpiákon. Én nem tudom, hogy tudják-e a tisztelt jelenlévők, hogy a londoni olimpián a röplabdázás selejtezőit és döntőit több mint 2.300.000 ember szurkoló látta, és csak érdekességként az összes sportág közül a strandröplabda volt az, amelyiknek a jegyei a leggyorsabban elfogytak az olimpia előkészítése során, 14 perc alatt elfogytak. Szinte hihetetlen, ennyire népszerű, és hát ennyit arról is, hogy látványsport-e a röplabda vagy sem. Az Egyesületet érzékenyen érintette, hogy a röplabda nem került be az 5 látványsport közé, amelyeket tavaly jelölt ki az országgyűlés. Így a társasági adókedvezményétől is elestek. Nem tudom elképzelni azt, és az Egyesületünk sem érti, hogy valamennyi csapatjáték, csapatlabdajáték, hangsúlyozom, közül egyedül a röplabdázás ne kerülhessen be a látványsportok közé Magyarországon. A Magyar Röplabda Szövetség nagyon komoly erőfeszítéseket tett, és tesz jelenleg is a látványsportok közé kerülés érdekében. Nagyon reméljük, hogy ez nem lesz hiába való. Mint ahogy hadd mondjam el, hogy azt is reméljük, hogy siker esetén a Magyar Röplabda Szövetség méltányolni fogja az Egyesületünk erőfeszítéseit, hiszen áldozatkészségét, hiszen egyedül mi vállaltuk a női csapatok közül az indulást a MEVZA-ban, és azt is méltányolni fogja, ha lehetősége lesz rá, hogy ma már több mint 100 fő utánpótláskorú játékossal foglalkoznak Gödöllőn az edzőink. Példaértékű az a munka, amit Gödöllőn folyik, hiszen tavaly már egészen a bajnoki döntőig jutottak, idén pedig, hát ahogy hallottuk, sokkal magasabb tervek vannak. És hát említette Körös Figyú a Röplabda Szövetség lobby tevékenységét, amit ugye azért folytatunk, hogy egyrészt a tavó sportágak közül kimaradva, illetve a mostani MOB koncepció által a harmadik kategóriába sorolva tulajdonképpen az állami sportvezetés, ha nem is halálra ítélte, de eléggé sanyarú sorsra károsztatta a magyar röplabdázást. Mi az elmúlt időszakban mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy bebizonyítsuk mindenhol azt, hogy a röplabda igenis életképes sportág. Mi azzal tudjuk bebizonyítani, hogy különböző számadatokkal, statisztikákkal, tervekkel, amik ugye elkészült egy nagyon komoly cselekvési terv egészen az elkövetkezendő 4 évre, mi ezzel tudjuk felhívni a figyelmet. A csapatok pedig azzal a munkával, ami például itt Gödöllőn folyik, azzal tudják felhívni a figyelmet, hiszen a női csapatok közül egyedül vállalták a nemzetközi megmérettetést. A főtitkár reményét fejezte ki, hogy hamarosan kiderül, milyen tervei vannak az állami sportvezetésnek a röplabdával. A sajtótájékoztatón egyéb nehézségekről is szó esett, amelyek a mindennapokban érintik a csapatot. Azt a reményünket szeretném kifejezni, hogy Gödöllő város önkormányzata, amelyik a kiemelt gödöllői sportágak közé sorolta már évek óta a röplabdát, és méltányolja a munkánkat és eredményeinket, minél előbb fel fogja tudni építetni a Petőfi Sándor Általános Iskola tervezett sportcsarnokát, tornacsarnokát, mert a jelenlegi edzés lehetőségeink és a sok szép és jó mellett erről is kell szót ejteni, az, hogy 3 alkalmanként 4 különböző helyszínen folynak az edzések, hogy a lelkes edzők és játékosok kurcolják a labdákat, a felszereléseket egyik helyszínről a másikra, és az, hogy a 2 órás, maximum 2 órát kapunk az egyetemen edzésre,
de az is számtalanszor előfordul, hogy elmarad. Az önkormányzat sportreferense elmondta, mindenben igyekeznek támogatni az egyesületet. A Magyar Röplabda Szövetség éves állami támogatása 7 millió forint volt az előző évben, míg Gödöllőváros önkormányzata a Gödöllői Röplabda Klubot 5,7 millió forinttal támogatta. Ez is mutatja azt, amit már az elnök helyettes úr elmondott, hogy a város számára nagyon-nagyon fontos ez a tradicionális és nagy hagyományokkal bíró csapat, és nem csak az NB1-es csapat nyilván, hanem az utánpótlás. Az egyik legnagyobb utánpótlás bázissal rendelkező egyesületről beszélünk. Miben tud még segíteni az önkormányzat? Az önkormányzat abban tud még az egyesületen segíteni, az éves normatív támogatáson kívül, hogy próbálja enyhíteni a teremgondot. Ezt most már konkrétunként mondhatom, ilyen nyilvánosság előtt is, hogy a Petőfi Sándor általános iskola torna termének kibővítése, tornacsarnokká, ami egy otthonát nyúl szolgálhat majd a Gödöllői röplabdának, ez el fog indulni. Jelenlegi tervek szerint az őszi szünetben gyakorlatilag a közbeszerzés eredményes volt, és a kivitelező kiválasztásra került. Az Országos Szövetség főtitkára is ígért segítséget. Az, hogy a terem ilyen problémás, ez egy nagyon komoly probléma, én úgy gondolom, de remélhetőleg erre születik megoldás. A Röplabda Szövetség ezt pillanatilag annyiban tudja segíteni, akár utánpótlás, akár a felnőtt csapat szintjén, hogy egy győri céggel kötöttünk egy megállapodást, akik műanyagborítást gyártanak, elég korszerű műanyagpályaborítást. Ennek a szerződésnek az értelmében egy ilyen borítást fogunk kapni a közeljövőben. Ezt mi időnlön szeretnénk elhelyezni, és remélhetőleg itt ki is fogják tudni használni ezt. Az egyesület elnöke más nehézségeket is említett. Ezt előre is hangsúlyozom, hogy nincs pánik hangulat a két vesztes mérkőzés után. A lányok tisztességgel helyet álltak. Persze figyelembe kell venni azt, hogy őnekik hozzá kell szokni ehhez a távoli utadásokhoz, ami azért nyilvánvaló, hogy egy kicsit megviseli őket, mivel hogy ezt a légkört ők még nem szokták. A másik téma, ami szerintem megint egy kicsit hozzátartozik ehhez az egészhez, a labda. Tudnélik, a magyar bajnokságban teljesen másmilyen labdával játszanak, és itt ugye ezt meg kell szokni, mert azért egy elég technikás sportág. Nem beszélve róla, hogy nem értem az egészet, mert ugye a nemzetközi kupában játszunk egyfajta márkával, itt van a magyar bajnokságban egy másik fajta labdával, az utánpótlás meg még egy másik fajta labdával játszik, ami azt jelenti, hogy normális körülmények között is háromszor legalább 40 labdának kéne lenni egy egyesületnek. Tehát ez azért megint anyagilag elég húzós. A vezető edző szerint a sok nehézség ellenére a csapat itthon és külföldön egyaránt megállja a helyét. A csapat nemzetközi mércével mérten is jó adottságokkal rendelkezik, minden ütőposzton, minden játék poszton megvannak a megfelelő embereinknek, vannak a megfelelő játékosaink. Azt kell még valóban megszoknunk, hogy itt más hőfokon kell égni egész mérkőzés alatt. A hibát az azonnal megbosszulja az ellenfél, tehát itt nincsen arra lehetőség, hogy 3-4-5 pontos hátrányból felálljunk, mert utána az ellenfél sem fogja hagyni magát. Nagyon kemény csapatok, ezek a közép-európai ligában szereplő csapatok, akik közé kellene felzárkóznunk szerintem első körben, hiszen ezek a csapatok európai élmezőnyhöz sem tartoznak még hozzá, hanem az európai középmezőnyben helyezkednek el. Viszont hogyha mi oda fel tudnánk lépni, nem csak gödöllői szinten, hanem magyar röplabdázás szintjén, egy roppant színvonalas bajnokságnak lehetne szemtanúja mindaz, akit érdekel, és mindaz, aki szorít a röplabdázásért, amelyben nem feltétlenül kellene, hogy szerepet kapjanak külföldi játékosok, hanem ezt bizony a magyar röplabdázás is meg tudná oldani azoknak a játékosoknak a hazahozatalával, akik jelen pillanatban külföldön esetlegesen másodosztályú vagy első osztályú, de a sereghajtó csapatoknál szerepelnek.
A játékosok nem az akadályokat nézik, az eredményekre koncentrálnak, és igyekeznek megőrizni a csapat egységét. A csapat az már elég régóta így a magja az együtt van, tehát mindenki nagyon jól kijön egymással. Most így a vesztes mérkőzések után sem volt az, hogy esetleg összezuhantunk volna, vagy már elkezdtek volna olyan gondolatok lenni a fejünkbe, hogy jaj, hát ezt most miért kezdtük el, hanem mindenféleképpen, amit a vezetőségtől kapunk, azt maximálisan szeretnénk visszaadni valamit belőle, így magunktól, ami kitelik. És hát az a cél ugye, hogy a magyar bajnokságot azt ebben az évben megnyerjük, de ezt mindenféleképpen csak úgy fogjuk tudni, hogyha ezek a csapatok ellen is maximálisan teljesítünk, és az edzéseken is, hogyha ez mindez a munka a magyar bajnokság, a magyar cím megszerzésében kijön, akkor ez lesz a cél, és ezért dolgozunk. A jelenlegi Gödöllői Női Egyesület 1980-ban jött létre helyi diáklányokból. A csapat azóta is büszke arra, hogy szinte kizárólag gödöllőiek alkotják. Ez a szándék a jövőben is. Szerencsére a városban és környékén egyre több gyerek és fiatal szeretne röplabdázni. Ma már több mint 100 fős utánpótlása van az egyesületnek. Az elsődleges terv egy utánpótlás nevelő egyesületnél az mindig az, hogy saját nevelésű játékos kerüljön a felnőttbe. Ez akkor lehet megoldani, hogyha az körülmények az utánpótlásnál is ideálisak, tehát gondolok itt az edzésszámra, a szakemberre és a terem minőségére. Jelenleg egy saját nevelésű játékosunk van a felnőtt keretben. Reményeink szerint a következő években tudunk egy-egy játékost évről évre föladni a felnőttekhez, illetve az is a terveink között szerepel, hogy évről évre egyre több országos döntőbe kerüljünk be, ami jelzi az itt folyó munka színvonalát. A gödöllői csapat tehát együtt van, mindent megtesz a nehézségek ellenére, és remélik eredményeikkel együtt a szurkolótáborok is gyarapodni fog. Magazinműsorunkat követően tekintsék meg, milyen fantasztikus meccset játszottak a lányok legutóbb hazai pályán. Önök a Porta 60. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra! We'll be right back.